Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban az RRC vagy RR Customs Bad Boys szériás Ceramic Shampoo nevezetű kerámiás samponját fogjuk kipróbálni, amit az RR Customs vagy RR Customs Magyarországtól kaptam, viszont ez nem egy fizetett hirdetés, az őszinte véleményt fogjátok látni és hallani, mint mindig. Előmosás után fogom használni érintéses mosáshoz. 12 liter körüli vízhez tettem olyan 60 milliliter körüli mennyiséget ebből a samponból, amúgy 10 literhez ír 50 millilitert. Ne is szaporítsuk tovább a szót, csapassuk! Na lássuk, hogy mi a stájsz. A bal oldali ajtó ugye csak egyszer le volt mosva a samponnal, a jobb oldali pedig még úgy is le lett mosva külön, hogy a kesztyűbe magába is tettem a samponból.
Nos, fiúk, lányok, ez volt az RRC vagy RR Customs Ceramic Shampoo. Mit tudnék róla mondani? Illata baromi jó, ha használtátok esetleg az RRC-nek még régebben volt egy ilyen meggyes illatú előmosó samponja. Na, annak van ugyanilyen illata, baromi jó ez a meggyes, nagyon kellemes üdemeggyes illata van. A felületet szépen síkosítja, amikor még ugye az előmosás után megmaradt a felületen, az szépen lehozta. Habzani ugye nem igazán habzott, még a vödörbe talán valamennyire, de mosás közben már nulla, de ezek az ilyen szilícium-dioxidos samponok, meg waxos samponok, ezek nem szoktak habzani. Mosás közben láttam, hogy itt szépen taszítja el a vizet, még öblítésnél is nagyjából látszott, de szárazolás után már nem volt annyira tehát nem volt annyira látványos a vízlepergető hatása. Több volt, mintha nem lett volna rajta semmi. Semmilyen ugye bevonat vagy mi egymás. Úgyhogy ezt helyén kell kezelni a dolgot. Én azt mondanám, hogy samponnak baromi jó, ha ilyen vízlepergető samponnak keresi az ember, akkor szerintem vannak ettől jobbak. Viszont szép fényt is adott a kocsinak. Tehát így mindent egybevetve nyugodt szívvel tudom ajánlani, csak készüljetek fel, hogy van ettől jobb vízlepergető is. Úgyhogy ezzel a videó véget is ért. Ha tetszett, küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!